Műsorunk támogatói: Muneris Konzorcium, Ebel tervezőiroda, Smart Rebuilding Technologies Kft., Thermo Épgép Kft. Köszöntöm nézőinket, önök a Foci és Sport című műsort látják, ez a 10. évfolyam 17. adása, a sportért való rajongás lesz a témánk. Itt ül természetesen velem Takács Tibor, adásunk állandó szakértője, szeretettel köszöntelek, és mai vendégünk Vakuja László, aki hivatásos sportrajongó és a sportolók örökös kiszolgálója. Mit jelent ez, majd meg fogjuk tudni Tibitől, és téged is nagyon szeretettel köszöntelek. Hát először azzal kezdeném, hogy én is nagy szeretettel üdvözlöm a nézőket, és természetesen benneteket is, akik így együtt ülünk az asztalnál, és nem véletlenül választottuk, hogy legyen egy kis színesség a műsorba, tehát nem mindig sportolókat hívjunk meg, tekintettel arra, hogy a sportolók nagyon szeretik a rajongókat. Nem lennének igazán megbecsülve, ha nem lennének olyanok, akik rajonganak értük, mert az egy lábpurlár művészet lenne. És hát mellettünk ül vendégünk, mondhatom így, hogy hatalmas Vakuja, majd elmondott, hogy kitől és mikor kaptad ezt a nevet, és Laci arról híres, hogy egész életében részben magánemberként, részben pedig a foglalkozása révén a sportolóknak sok-sok örömet okozott, sok-sok együttes barátságot, ami azt hiszem, hogy a műsort simán kitölti. Laci, a te életedben a sportolók nagyon nagy szerepet töltenek be, és nagyon jó volt az a mondás, amit mondott Tibor, hogy tulajdonképpen lehet valaki nagy művész, hogyha csak saját magának énekelget otthon, a sportolók is a saját sport teljesítményükkel el lehetnének, hogyha nem lennének ott a nézők, nem lennének azok, akik szurkolnak értük. Hogyan lett belőled sportrajongó? Hát azt hiszem, ez apáról fiúra szállt ez a lehetőség, mert édesapám dél-magyar válogatott volt, mikor abba hagyta a játékot, kiskonferegyházjak voltunk, edősködött, és jártuk a megyét, az ifi csapataival bajnokságot nyertek, és ő a háború között még Budapesten dolgozott szabóként, és akkor nagyon nagy fradista volt. Ha ő megvágta a kezét, biztos, hogy zöld vére volt neki. És ebből örököltük mi a szülői örökségből azt a fradizmus, és azon belül a labdarúgás szeretetét. És aztán én ugye 61-ben egy tavaszi mérkőzésen sikerült megnéznem Albert Fóriánnak a játékát egy megyei előkészületi mérkőzésre, és ott barátságot kötöttem vele, beszélgettünk, adott autogramot, és még abban a nyáron én 61-ben felkerültem Budapestre szakmát tanulni, és úgy jutottam hozzá némely alkalommal, hogy ahogy a visszhányó, vagy a harangozó urak vezettek meccset, a játékvezető rokonok, akkor mindig vittem a táskát, hogy tudjak találkozni a Flórival. Majd 69-ben a Kolocsik térre kerültem dolgozni. És itt meg is állunk egy pillanatra, igen, de visszamegyünk arra a bizonyos 61-es mérkőzésre. Kolozsi térre jutottunk el. Számomra nem teljesen életszerű, hogy valaki oda megy autogramot kérni egy sztártól, mert ugye Flóri egy sztár volt, és abból barátság lesz. Na, itt mi történt? Hát igazából akkor még ez csak egy oldalú volt egy picit, csak amikor felkerültem Pestre, és sikerült néhány Ferencváros mérkőzésre kijutnom a játékvezető jóvoltából, akkor megint közel kerültem, és néhány szót tudtunk váltani. Vagy amikor a stadionba kijöttek edzeni, akkor is ott a szobroknál én oda mentem is, hogy közelébe leessek alkalomszerűen. És ez azért változott meg 69-ben, mert akkor a Kolozsi térre kerültem, és a Flóréka, Árpád fejedelem 57-ben laktak, és hát ugye oda járt Irénke vásárolni, és hát mondom, Flóri itt van, azt mondja, itt van, a kidnőn a kocsiba, mondom, végre itt van a közelemben. És kibentem, és kezet fogtunk az autóba, és azt el nem engedtük haláláig. Ez nagyon szép történet. Hozzá kell tennem, hogy a Kolozsi téren egy hús és hentes áru bolt volt, igen, ami egy elég frekventált helyen levő üzlet volt ahhoz, hogy lehetőség adódjon a sok híres emberrel való találkozás. Igen, hát a Kolozsi tér az a mai napig is azért egy nagyon kiemelt, igen, körzet. Igen.
azt hiszem, hogy itt a kiszolgálója, ahogy mondta Tibi az elején, innen értendő, hiszen igen, jöttek a boltba, igen, és ki kellett igen őket szolgálni. No, kimentél Florihoz, mit szólt hozzá, amikor megtudta, hogy te ott vagy az üzletben? Hát nagyot nézett, kinyitottam az ajtót, és benyújtottam a kezemet, a szervusz Florikán, mondom, végre itt, és így rám nevett, és te sem vettek a szememet többet rólam. Én meg róla. De rögtön akkor beazonosított, tudta, hogy mi újság. Igen, hát képe volt nagyjából, igen. De onnan kezdődött a szoros barátságunk végül is, és onnan folyamatosan az egész életünket végigkísérte a barátságunk. Mennyire voltál gyakori vendég az Üllői úton, illetve a Fradi mérkőzéseken? Hát igazából, ahogy a, hát ugye Nagyboltok vezetését bízták rám a vállalat vezetői, és hát ahogy az időm engedte, azért kikimentem, hát nem is mindig mesnapokon, de általában meglátogattam hételén, amikor kevesebb forgalmunk volt, és jobban ráértem, akkor kimentem, és ott találkoztam a háromukkal, a Gyulával, a Lajossal, vagy a Flórival, bárkivel. Tehát Szűcs Lajossal, Rákosi igen, Gyuláról van szó, és Albert Flóriáról. A háromos egész életen át a nagy barátság kötött minden, mind a háromunkhoz végül is. És ugye a Ferencváros az Alberten keresztül, ugye a Kolozsi téren ott rettenetes sokan jártak, és ő megvonzotta is a tömegeket, mert mindig mondta aztán, hogy gyere, megyünk a Bakihoz. Mindig ez volt a lényege, hogy Bakihoz megyünk vásárolni. Ugye akkor volt neki kutyája, akkor felköltöztek a Szépföldi út 92G-be, és ott kapott egy nagy kubaszt a Káli barátjától, a színész úrtól, és annak rengeteget kellett vásárolni, kaját is főzni Irénkének. És aztán így folyamatosan egyre szorosabb lett a barátságunk. Szinte, hát a pályán is, meg itt a boltban is, meg a lakásukon nagyon sokat feljárattam. Mi lehetett az oka annak, hogy Albert Flóri elfogadta Vakuja Lacit barátjának, azon kívül, mert az, mondjuk nem lehet azt mondani, hogy egy érdekbarátság volt, bármennyire szép húsokat adtál, de ettől függetlenül, tehát ez azért kevés lett volna ahhoz, hogy igazi barátság szövődjön, illetve az, hogy későbbiek folyamán tényleg akár a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesületbe, akár a Fradi baráti körbe tényleg barátként tekintenek rá. Ez abból adódik, hogy Flórinak volt egy olyan természete, amelyik ahhoz képest, hogy milyen fantasztikus sztár volt, a szerénysége mindig megmaradt. Gyerekkorától kezdve szerényen neveltetett, szerényen nőtt föl, és sokan úgy vannak, hogy ha elérnek egy bizonyos rangot, egy bizonyos pozíciót, akkor attól a pillanattól kezdve kicsit magasabb piedesztára emelik magukat. Mások igen, de a Flóri mindig megmaradt. Ha bár olyannak, amilyen volt akár gyermekkorában, tehát mindig készséges, szerény, ha például bement valaki egy klubházba, vagy pedig az Albert Flórián stadionnak a klubházába, de még akkor is mielőtt róla nevezték volna el a stadiont, ő volt az első, aki odament, kezet fogott, és mindenkivel barátságos volt. Egy példát hozok föl arra, amit kérdeztél Lacival kapcsolatban, hogy nekem is volt jó néhány olyan személyes programon Flórival, ahol elmentünk olyan helyekre, ahol pillanatok alatt odamentek és kérdezősködtek tőle. De miről? Általában arról, hogy most akkor kik lesznek a csapatban, merre fog elindulni, milyen passzokat fog létrehozni, milyen cseleket fog csinálni, mi lesz az eredmény. És ott ültünk, jöttek, és a Flóri így elfordította a fejét. Szóval nem elég, hogy én nekem a labdarúgással is kell foglalkozok. Én nem csak labdarúgó, aztán később aranylabdás vagyok, én ember is vagyok. Uh-huh. Velem is azért szeretett a Flóri lenni, mert nem csak a labdarúgásról kellett beszélni, hanem a magánéletről is. És szerintem ez volt az, ami a Lacival is összekötötte a barátságát, hiszen másról is szó volt, és nem csak az ő úgymond szakmájáról, a fantasztikus karrierjéről, mert lehet, hogy már egy kicsit sok volt neki abból. Tehát a legjobb dolognál is
csak egy jobb van, a változatosság. Most a magánéletét ez teljesítette ki. Tehát ezek szerint Lacit pontosan azért szerette meg akár Flóri, akár a többiek, akikkel barátságot kötött, mert egy teljesen más sikra vitte őket a hétköznapi valóságból? Egy emberi sikra? Igen, igen. És igen. Az, hogy arról is szabadott beszélni, családi életről, a különböző kisebb-nagyobb problémákról, nem csak a sportvilágáról. Fontos volt neki az is, de másról is, ne csak egy dologról. Jól mondom? Igen, igen, egész jól. És hát végül is a boltjaim tömkelegében, ugye nagy raktárhelyiséggel rendelkeztem, hát jöttek sokan, főorvos, vízilabdás, olimpiai bajnok, mindenki, és akkor trécseltek, beszélgettek, közben én meg végeztem a feladaton, sorba kiszolgáltam. Tehát gyakorlatilag el lehet mondani, hogy egy találkozó helyé vált. Valójában egy találkozó hely. Volt ilyen, mert imádtam azokat a hentes üzleteket, ahol debreceni volt, meg kis sült tarja, vagy sült oldalast lehetett kapni. Főcsülökről nem is beszélek, mert hát, hogyha ilyen volt, akkor az elképzelhető, hogy tényleg egy olyan találkozó. Volt ilyen egyébként? Volt, hát annak a melegkolbászót híres. Hát ez az. Nagyon sokat eladtunk bele nap, mint nap, akkor nagyon hát jó akkor minőségű persze, kolbászok hogy... voltak. Vízilabdások tömkelege át, közel volt a Komjádi, a Csapó Gabitól, a Farogó Tónói, mindenki ott tette a melegkolbász nálunk. De ők nem nagyon jártak be a raktárba, de a vezetők az többször bejöttek meg a Reményi, a Gyarmati Dezső és a szomszéd alakot, nagy barátságot ápoltunk, minden sportágból jártak hozzám. És aztán a vízilabda szövetség az rám is szorult, mert voltak nemzetközi tornák, és akkor kellett az edzőknek, játékvezetőknek valami különös áru, akkor azt mindig nálam szerezték be, én voltam a udvari beszállító a vízilabda szövetségbe, a sporthivatalhoz, a minisztériumba, az MRS-be is segítettem rádiósoknak, a Novotny Zoli barátommal megismerkedtünk 72-ben. Nekik is minden évben az volt a kívánság, ha mentek olimpiára, vagy VB-re, vagy bárhova több hosszabb, húzamosabb időre, akkor 5 csomagot kellett összeállítanom, mert 5-en mentek ki közvetíteni, és akkor hogy a hazai ízeket tudják pótolni. És milyen akkor írták, fontos. Hogy nagyon finom volt, csak kevés volt, még kár, hogy nem bítünk még sóletet. Írták a képes lapokat. Ez a hazai ízek, én voltam Kínában forgatni, és kivittem szalonnát. Gyakorlatilag semmi más nem vittem, csak egy ilyen fél kis oldal szalonnát, betettem a bőrönbe, és mindenki röhögött rajtam, focistákkal voltam, és akkor a negyedik, ötödik napon, meg kéne menni a Lillához egy kis szalonnáira. A tizedik napon olyan keletje volt a szalonnának, hogy az valami hihetetlen, úgyhogy hát ezt abszolút meg tudom érteni, hogy vágytak a hazai ízekre. Mondtad, hogy vízilabda szövetség, vízilabdások, sportolók, mindenféle ízéből, mindenféle műfajból megtalálhatóak voltak, de ha már a műfajt említettem, akkor a színészek és a úgymond híres emberek is elég sokan fordultak Igen, igen, hát meg. A Kolozsi téren tették nagyon sokan tiszteletüket, mert a környéken rendkívül sokan laktak. Szegény kismanya az nem sokáig járt, mert hamarosan meghalt, mikor én ott dolgoztam, de hát a Stankai Pistától a Madaras Jóska, a Daros Iván, a Házi Erzsikével, ugye a Lehoszki Zsuzsa, a Tihi Lajossal, a Csalas Zsuzsi, hát ugye Irénke és a Bársony Irénke is ugye valahol színészkedett. Úgyhogy, és a Sinkovics família, mind az édesapjuktól kezdve, a Laci, az Irénke, vagy a Imrével és a Gombos Katikával, a feleségével. Hát hoztam is képet, de hát mivel egyedül vannak, azokat nem tudjuk ki. Viszont van sok olyan kép, egyébként nem tudom, hogy miért nem lehet őket megmutatni, bár azt mondta a Tibi, hogy az a dokumentum, amikor együtt vagytok lefényképezve, pontosan. Mert a rajongóhoz, két dolog tartozik, ugye az egyik az, hogy ott lehessen körülötte a rajongása személye körül, a másik az, hogy ez meg is legyen örökítve. És akkor kezdjük egy képes sporttal, ami hát látszik, hogy patinás és régi, eredeti. Már itt van egy Albert Flórián aláírás, és ez Vakúja Lacinak lett dedikálva, és azért nagyon híres ez az újság, mert ez az utolsó mérkőzést örökítette meg, Flóri utolsó mérkőzését, ahol még a könnyekkel teli szeme is látható, és ez is személyedre lett. Ami csodálatos benne, hogy a pálya közepén ezt mi végigélhettük, mert a könyvben ott van egy kénykép, ahol 5-en köszöntöttük a vállalat vezetéséről, a Ferencváros részéről, a Rudas Ferivel, a Gyetvai Laci bácsival,
a Hírspoldárpival, az öreg fiú vezetőjével, és hát ott köszöntöttük a pályát, és előttünk zajlottak az események a pálya kezdő körében. Ezek olyan emlékek, amiket nem lehet elfelejteni, az egészen nagy biztos. De most ugorjunk egy nagyot, és az elmúlt hétre, vagy az elmúlt hetekre is pillantsunk rá. Mert pontosan a személyed az, aki össze tud hozni embereket, igen, hosszú-hosszú idő eltelte után is, és akkor mutatok egy ilyen képet, Rákosi Gyusz és Dálnoki József található. Mikor és hol készült ez a kép? Ez 2-3 hete készült Pirisvörösváron. Tulajdonképpen, ahol én most lakom, ez a Józsi barátom szintén ebben a házsorban lakott, csak 17 éve kiköltözött Vörösvárra. Vettek ott egy házat a fiával, és hát oda költözött ki, és nem tudta senki pontosan a címet, hogy, mert én amikor itt dolgoztam, itt a Zápor utcában, ő napi vendégem volt, a feleségében sétáltak meg, jöttek meg, hát látta, jön a Flóri, akkor ő is bejött, akkor ment a beszélgetés, meg minden, és így bele is nagyon jó barátságban voltam, és felmerült a Szántai Balázs barátommal és a Flórival, vagy a Gyulával beszélgetve, hogy hát mi lehet a Józsival, mi lehet a Dánokival, hát 35-ös, keressük meg, mert ugye ezen a ominózus 57-ben játszott meccsen én ezt akkor ismerhettem meg őket, játékosként csak. Milyen játékos volt egyébként? Jobb szélső, és nagyszerűen gyors volt, nagyon jól adott be, mind a két beadásában két gól született azon a úgynevezett esti kupa meccsen, döntőbe. A nagy MTK-t verték, mert a Nagy Fradi Ausztráliába túrázott. Hazaérkeztek, de mivel a kis csapat meg kiharcolta a döntőt, ők is játszhatták le, nem szálltak be a nagyok. És ezért volt nekem élmény, első nagy élményem, és most 62 év után összehoztam a két barátomat, hogy ismét találkozzanak. És azt nekem köszönhetik, még kalambóként meg is dicsértek. ügyes. Hát ugye ő is jó barátom volt ott a Zápor utcában, 85-től szoros kapcsolatunk volt vele, csak most, hogy 17 éve kiköltözött, eltűnt a szemünk elől, és én addig matadtam, még meg nem találtam. Reméljük, hogy ez a legközelebbi Nagy Béla összejövetelen, Nagy Béla Fradi Hagyományőrző Egyesület összejövetelén esetleg újra vendégként lehet látni. És akkor rögtön mutatnék egy képet itt a rendezvényteremből is, és Tibi, mondd már el, hogy ez a rendezvényterem szintén egy ilyen találkozóhely, ahol a rajongók és a sportolók együtt tudnak lenni. Igen, hát vannak konstans vendégek, akik rendszeresen minden eseményen részt vesznek, ott vannak, és vannak olyan vendégek, akik olyan alkalomból jönnek, aminek az évfordulóját megünnepeljük. Az évforduló az lehet valaminek valamilyen kerekszámú beteljesülése, lehet olyan is, hogy egy játékosnak valamilyen olyan teljesítménye, eseménye, amiről meg kell emlékezni, az akár születésnappal egybekötve, akár bármilyen rendezvény, és itt azok az érintettek, azok mindig akkor jelennek meg, amikor érintve vannak azáltal, hogy részt vettek egy olyan csapatban, amelyikről éppen szó van, vagy adott esetben egy születésnapi beszélgetéssel, az olimpiai bajnokok klubjával egy szoros együttműködési megállapodásunk van, most ezen a héten Gedő Györgynek ünnepeltük a születésnapját, ez is a rendezvényteremben történt, Nagy Béla rendezvényteremben, és folytathattam még tovább. Azok, akik megszerették, azok rendszeresen jönnek utána, akik érintettek és ott vannak alkalmanként, hát ők is, én úgy érzem, hogy nagyon szívesen jönnek, mert látják azt, hogy egy összetartozás van abban a csapatban, akik éppen ünnepelnek, és emlékeznek a múltról. A legnagyobb érték a múlt. Lehet-e azt elmondani rólad, hogy te legalább olyan rajongó vagy, mint amilyen Laci? Hát, ezt szerintem nem kell elmondani, mert nem véletlenül... Ránk van írva. Nem véletlenül történtek, igen, azok a dolgok Tibi az elmúlt... Tibi szponzor is. De igen. Hát szponzorálni se szponzorálna az ember olyat, akiért nem rajong. Igen. Hát én egyszer saját jogomon, másrészt pedig családi identitásból vagyok, és hálám jeléül teszem mindazt, amit teszek. Ugye szüleimtől, rokonaimtól olyan
fantasztikus példát kaptam, hogy ezek maguktól értetődőek, hogy szeretném meghálálni, és a másik dolog pedig, hogy felfedeztem azokban a sportolókban, akik jelen pillanatban is élnek, meg akik már nem élnek, felfedeztem olyan dolgokat, amit lehet, hogy mások nem, mert nem mindegy, hogy egy televíziós közvetítés alkalmával, rádió közvetítés alkalmával hallanak róluk, vagy előadások, vagy pedig barátilag el is tudnak beszélgetni. Ennél több nincs, és az, hogy szeretetet is tudnak egymást felé adni. Nyilvánvalóan, hogy én kiskoromban még a sportoló nagyságokra hát úgy néztem föl, hogy kezem-lábam remegett. Igen. És az, hogy most tulajdonképpen szinte egyenjogú barátként beszélhetünk, hát az csodálatos kárpótlás az életnek. Gondolom, nálad ez ugyanígy van, hogy megvoltak a nagy ideálok, és akkor egyszer csak ott állnak. Mert én is ugyanígy voltam Albert Flórival egyébként. Igen. Hát nagyon nagy csoda volt az ő barátsága számomra, meg hát általa, hogy mindenkivel ilyen szoros kapcsolat alakulhatott ki, és 50 éve benn vagyok gyakorlatilag a Ferencváros életében, mert azóta is a baráti körnek 48 éve tagja vagyok a múzeumban, tevékenykedek néha a Tobakurnál, meg hát a Hagyományőrző Egyesületünkben, és így ezáltal mindig kéznél vannak a klasszisaink, akiket eddig egy életen át is szerettünk, és mai napig is szeretjük őket. Az előbb mutattam ezt a képet a rendezvényteremről. Itt Novotny Zoltánnal és Takács Tibivel vagytok, nem véletlenül kérdeztem Tibit a rendezvényteremről. És megyünk tovább, mert az előbb ugye Rákosi Gyuszit mutattuk, és akkor megkeresem azt a képet, ahol együtt vagytok Rákosi Gyuszival és Szűcs Lajossal, ami azért nagyon lényeges, mert az ő barátságuk is egy fantasztikus barátság volt. Igen. És hát ugye Albert Flórival a nagy hármas már így említettük. Mesélj nekem a két általad nagyon kedvelt, kiváló labdarúgó játékáról és a hármatok kapcsolatáról. Hát igazából hát a Flórin keresztül történt minden, ugye, hogy én mindig tartózkodtam a pályán, és hát ők mindig ott voltak. Ráadásul a Gyuszival mi az előző lakásom 25 évig egymás mellett laktunk Mária Remetén, fönn a templom felett, én még alatta, de csak most sikerült hozzájutnunk a múltkor, a Józsi után még ő hozzá is elmentünk, meglátogattuk a házi múzeumát. Uh-huh. És hát én csak jókat tudok mondani, Lajost is a játék alapján, meg a Gyuszit is a játék alapján, imádtam a futballt, amit ők játszottak, hát nem bírta, hogy ebben a csapatban én szinte szerelmes voltam. Hát én imádtam azt a gyönyörű játékot, hát mi is azt akartuk játszani, csak hát a szakma miatt én ezt csak amatőr szinten tudtam művelni. Mennyit tudtál sportolni életed folyamán? Tehát mennyi idő maradt a sportra? Mondtad, hogy amatőr szinte, de ez heti szintű, napi szintű volt? A cégünknek volt futballcsapata, abban navigáltam hetente, még az iskolában, amikor jártunk, mind a három évben osztálybajnokságot nyertünk, a Spartakiádot nyertünk futballba. Dr. Tamási Pista az Újpestnek volt valami vezetősége, edzője valamilyen, és ő vezette le ezeket a bajnokságokat. Tehát az egy Spartakiádot azért tudtunk nyerni a szövoszipartik és a vendéglátó iskola mellett, mi a élelmiszeriskola csapatával, mert az NB1-es IP-t vertük a vendéglátó iskolásokat. Igen. És ott is aranyérmesek voltunk. Hát még később ugye kispályáztunk, sikerült egy iskolának a tornatermét megszereztünk vasárnaponként, és az úszodában még fejelőpartikat rendeztünk a futball után, és a kis zsámolyra kellett berúgni a nagy labdát, és ott is igen jól ment a játék, és ott nagyon sok körmérkőzés játszottunk. A Flóri, mikor abba hagyta a játékot, ő is beszállt közénk vasárnaponként, meg hát meghívtunk dózsásokat, Sarlós Bandiékat, minden akkori. Hát ugye hozzá mindenki járt vásárolni, nem csak a pradisták, a fél NB1 egy nálam vásárolt. Pintér Sanyék a Honvédtól abban a korosztályban, Mátér a kutya volt a célpont mindenkinek. És hát ugye ott is nagyon jó, hogy futballoztunk, fejegettünk. Flóri akkor hagyta abba, amikor Bengáziba elment edzőnek, 1978-ban, és aztán már ő utána abból kiszállt. Igaz, hogy mi is befejeztük ezt a játékot 79-ben, és utána már csak kerékpároztam ott Mária Remetén, azt viszont rendszeresen. Mai nagyon napig? Sokat mozogtam.
De hát most meg inkább csak sétálok. Az sem rossz. De Tibi, az jutott az eszembe, hogy te mindig mész edzésre hetente kétszer. Lehet, hogy többször is. De ugye neked a jelen pillanatban aktívan művelt sportod a pingpong, az asztali tenisz. És akkor most nézzük meg, hogy hogyan álltál te a focihoz, mert te tornász voltál, és hát akkor tornászok, szüleim köztudottan, tornászok, de hát te kisgyerekkoromban, hát nyilván abba a millióbe kerültem, hogy 10 forintot kaptam egy kézállásért már 4 éves koromban. Ez ösztönző is volt, a másik pedig, hogy hát én meg úgy éreztem, hogy hát én azt a szintet, amit a szüleim nem fogom tudni elérni. Uh-huh. Édesapám meg nyitott minden más sporták felé, mindenhova vitt, tehát én általános sportrajongó voltam, és többek között hát így a labdarúgás is olyan szinten, amilyen szinten űzhettem természetesen. Tehát akkor iskolai keretek között gyakorlatilag? Vagy le is igazolt? Igen, le is igazoltál? Iskolai keretek közül. Nem igazolt. De szerettél focizni? Nagyon, nagyon. Hát olyan is volt, hogy egyedül futballoztam, vezettem a labdát, és közben közvetítettem a meccset magamnak, mint Szepesi György. Hallottam, és lejátszottam, oda léptem, ahova Szepesi mondta, bennem megragadtak a dolgok, úgyhogy ilyet is csináltam. Sőt, emelkedőn föl, lejtőn le, megfogva a labdát, tehát voltak ilyen dolgok. Tehát szöktetted magad is, mindent csináltál a világon, és az iskolában pedig, hát az legutóbb ugye Németh Miklós volt a partnerünk, hát ő is elmondta, hogy tulajdonképpen ő csinált belőlem gólkirályt. Nem akármilyen körülmények között. Aztán igazolt versenyző, ugye azt tanítanézbe lettem. Megyünk tovább. Még mielőtt tovább mennél, és mutattad már Novotny Zolival a képet, egyet hadd mondjak, részben Flóri kapcsán azt a momentumot, egy sajnálatos esemény, aminek szereplőivé váltunk, hogy éppen a Florit, amikor megoperálták, akkor volt egy meghívásom Las Vegasba, Jancsika Károly, Cica hívott meg. Még előtte beszéltem a Florival, kórházból, már jól vagyok, majd találkozunk, hogyha visszajössz. Nem a szanatóriumban, nekem az unokáim között van a szanatórium, majd oda gyere, és akkor találkozunk. Mondtam, én megyek ki a Cicát, mondd meg, hogy jöjjön föl, már rég láttuk. Jó, ez volt a beszélgetés, utána kint Las Vegasban, ugye 9 óra időeltolódás van, éjszaka, csöng a telefon, nem zártam le. Mondom, hogy csöng éjszaka? Ja, hát Magyarországon más idő van, ez az amaz. Fölveszem a telefont, és hát hallom, hogy Flóri meghalt. Hát döbbenetes volt, és utána egymás után hívtak. Nyilvánvalóan, hogy hát mindenkivel egy pár szót váltottam, és egyszer csak Novotny Zoltán hívott telefonon. Természetesen neki is fölvettem, itthon nappal volt ott éjszaka, de ettől függetlenül, és Zoli mondta, hogy hát őt fölkérték, hogy méltassa Flórit búcsúztatáson, és hát szeretne fölkészülni belőle, hogy azért gondolta, hogy egy pár mondatot vált velem. Mondtam, hogy egy kicsit messze vagyunk, tehát telefonon ez nagyon nehéz. Hát, hogy akkor esetleg tudnád a Vakolya Lacit ajánlani nekem? Mondom, teljes mértékben. Akkor köszönöm szépen, akkor a Laci mindent tud a Flóri. Mondom, mindent tud, természetesen, amit lehet, és azt hiszem, hogy utána hívott téged is telefonon. Egy órán keresztül. Talán hivatkozott arra, hogy én is ajánlottalak, de ő magától is kérdezte, hogy a Lacival beszélhessene. Hát ő egyébként is tudta a mi kapcsolatunkat, mert ő is része volt ennek a kapcsolatnak, mert ő föllakott a Postol utcába, és hát onnan járt a 91-es autóbusszal a Mátér a kutya, hogy volt elől haza. És hát amikor jött a Flória, ő is ott volt, vagy az Elekilona, a Törőben olimpiai bajnokunk, ott ment elmatt, és rendesen a raktárban, mindig volt beszélgető partner. Nem volt az véletlen, amikor a szegény Nagy Béla temetésén is egész sokan voltunk a temetőben, és a Novotny mondta a búcsú beszédet, mint a Újságíró Szövetség elnökeként. És mondta, együtt mondtuk. Ő mondta az Újságíró Szövetség, és én is beszéltem. Igen, úgy, te is, de... Ez így közösen. Közös, de a Zoli megemlítette, hogy emlékszel Béla, hogy milyen jókat anekdotáztunk a Vakolya Lacinál Példisznó között? Így van, pontosan. Ott megragadt a temetőbe, és még erre azt mondja Béla, Zolikám, hát Laci, hát az életét adtuk vissza, azt mondja, hogy ő élt velünk.
mi együtt mentünk az Olival hazavitt autóval utána a temetés után, és beszélgettünk, hogy hogy jutott ez neked szóba. Már azok nagy élmények voltak. Megjött a Lovász Laci bácsi, a főorvos, vagy az Elek Ilona, vagy a Zoli, vagy a Flóri, néha Nagy Béla is arra tévedt a Múzeumunk megalapítója. És aztán igazán jó hangulatos terepelék folytak ott a raktárban. És ki volt a keresztapád? A hatalmas vakúja. Ja, hát igen, végül is egyszer elindult a pályáról a Flóri, és kérdezte a Vince Géza, hogy hová mész. Megyek a nagy, hatalmas, nem a hatalmas vakujához, a vakihoz. Én most is mindig mondják, akármelyik újságíró, vagy Jenes Bandi, vagy bárkivel találkozunk. Itt a vaki, aztán megyek a vakihoz. A hatalmas. Ez volt a szöveg. Igen. A hatalmas. Hát, ezek nagyon-nagyon szép emlékek. Visszatérünk a rendezvényterembe, mert itt van egy kép, ahol Aracki Lacival vagy, és az igen. A szörnyű. Illetve hát a 82... szerencse, hogy még vannak olyan képek, ahol az élők itt vannak. Igen. Sajnos Lacit is elvesztettük. Laci, hol ismerkedtél? Hát a Flóri által, ugye a Ferencvárosi pályán, hát ugye nagyon sokan kijártak a klubházba, a meccsekre, és hát a Laci, hát ott sokan jártak ki, de hát a Laci volt a legaranyosabb nekem mindig. Ott volt, föllépett a Flórinak az 50. születésnapján is a Laci, ott is igazán összebarátkoztunk. A Lacival még jobban, hát csak úgy ritkában találkoztunk, de ott volt a 60. születésnapon, a 70. is ott volt. Aztán itt a hagyományi az Egyesületben is megjelent több esetben, és most sikerült megköszöntenünk néhány nappal előtte, 82. születésnapján, de hát sajnos 3 hét után ő is itt hagyott bennünket. Egyébként döbbenetes, hogy mennyire jól tartotta magát Laci. Nagyon, mert hát olyan vidám, olyan aranyos nem, gyerek volt. Nem tudom megállapítani, hogy kedden vagy szerdán halt meg, de vasárnap én még kim voltam koncertjén és énekelt. Igen. Tehát az utolsó pillanatig annyira teli volt vitalitással. És olyan vidám volt ezen az ünnepségen, és itt a Nagy Béla teremben hozott képet, dedikált mindenkinek. Hát ő egy fantasztikus, aranyos édes volt. Ember hát, volt. Különleges volt a Laci. És ha már őt említettük, akkor nemrég elhunyt kedves hát, barátunkat. Igen. Ő pedig a 80. születésnapján örökítettük, mert köszöntöttük 75. születésnapján is, igen. És a 80. is sikerült őt ide becserkézni a Tibi által, ugye hagyományi az Egyesületünkben, és hát itt köszöntöttünk, mert én is alapító tagja vagyok ennek hagyományi az Egyesületnek, mert a Bélával igen jó kapcsolatot ápoltunk a múzeum vezetőjével, és hát az ő emlékére mindenképp ide kell tartozom. Hogyha itt tartunk már, ugye most április végén vagyunk, akkor emlékezzünk meg, hogy május 6-án született igen. Nagy Béla, és minden évben megemlékezést is tartotok kint a Farkasréti temetőben a sírjánál. Most is megyünk. Most is. És természetesen most is azért mondom, hogyha 11 óra úgy tudom, ugye? Az most szokott lenni. 13 óra. Módosítottunk 13 órára, mert utána bemegyünk a Nagy Béla rendezvényterembe, és ott még azért sok minden. Ről megemlékezünk, annál is inkább, mert ez nem csak egy hagyományos, közönséges születésnap, hanem most lenne 75 éves Nagy Béla, és hát a tiszteletére temetőből kijövet, bemegyünk a Nagy Béla emlékszobába, és környékére, és ott emlékezünk, hogy 75 évvel ezelőtt született meg. Lehet, hogy vannak új nézőink, és amikor bekonferálom Tibit is, hogy a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület elnöke, akkor nem mindenki tudhatja, hogy ki is volt Nagy Béla. A Fradi krónikásáról van szó. Te milyen embernek ismerted meg? Többször említetted. Rendkívül jó kapcsolatot ápoltunk. Bármikor kimentem a pályára, az biztos, hogy a Flóriban nála kezdtük a napot. Mentünk a Bélához, mert ott csak vidámság volt. És a Béla, hát sűrűn bejárt a vásárolni, karácsonykor nagyon szerette a halbelsőt, imádta, mindig azt kellett neki egy kilót megszerezni. Meg hát még árultunk halat, ott meg tudtuk neki oldani mindenütt a halbert, de nagyon-nagyon vidám ember volt, 106 könyvet írt, szinte végig dedikálta az összes könyvet nekem, külön szeretette, aranykezű hentes, Fradinak a legnagyobb hentese, minden olyanokat írt a könyvekben, hogy elképesztő. Még Nagy Béláról azért 3 igen. mondatot azért is kellene beszélni, mert ugye ő egy olyan hagyományt indított el a Ferencvárosban, ami aztán hála Istennek a halála után tovább tudott élni, és a Fradi Múzeum, amit létrehozott meg, az a gyűjtemény, az a krónika, az a fajta rajongóból lett
krónikás, mert ő is rajongó volt eredendően. Hogy? Tehát azért mondom, hogy ez egy, ugye, hogy arról beszélünk, hogy a rajongás. Így tehát van. A rajongása, mert ő sem íróként kezdte, meg újságíróként kezdte, hanem rajongóként kezdte, és abból vált. És először gyűjtő volt, tehát kéziratokat gyűjtött, fotókat gyűjtött arról az időszakról, amikor még senkinek fogalma se lehetett egyáltalán a Ferencvárosról. Tehát vannak 1901-ből, 2-ből, 3-ból és még a Fradi születését követően, ugye azért tudjuk, hogy nem sokára a Fradi is 120 éves lesz, ugye Fradi születésnapja is következik május 3-án, de abból az időből, akit senki nem élhetett meg, hiszen 120 évesek ma már, nem hogy Magyarországon, a világon is alig vannak, de minden esetre a Fradi igen, és hát ez az az időszak, még amikor Fradi 10 éves volt, 20 éves volt, fogalmunk sem volt semmiről, de Béla már tudott róla. Megvásárolt bizonyos helyekről, járta az országot, ahol még az idősek akkor, vagy a leszármazottai, az örökösök adtak a Bélának és fizetett érte. És csodálatos gyűjteményt hozott létre, ami aztán később a Fradi Múzeumban került kiállításra, és most egy jó része a rendezvényteremben van, hiszen a Fradi Múzeum egy más formában működik tovább Tabak Csabával, aki fantasztikusan viszi hozzá kell, tehát nem professzionális jó módon. Kezekbe kerül. Jó kezekbe a kerül. A Béla örökség. Igen. Ritka agilis, és nagyon aranyos a Csaba is, jó, ha tápolok. Remek szakember, és az, amit elkezdett amatőrként Béla, és szívét, lelkét beletette, azt profiként tudja Tabak Csaba folytatni, így van, és megszállottként rajongó. Ugyanúgy megszállottként ő is a gyűjtéssel igen. kezdte, és igen. ő lett igen. a múzeumunk igazgatója. Igen. Hát ez fantasztikus dolog, amikor... Nagyon jó kezekbe került, igen. hál' Istennek a múzeumunk. Így megy tovább a stafétabot. És akkor megyünk tovább, ez előbb már említette Gyetvai Laci bácsit, meg Rudas Feri bácsit. Hát itt van egy kép Rudas Feri bácsival. Akiről ugye Páholyt is neveztek el azóta, sokszor volt itt a vendégünk, és nagyon-nagyon szerettük. A Rudas Ferenc Páholy, ez pont én is szoktam ennek a Páholynak vendége lenni. Őról a milyen emléked van? Hát igazából vele nem sűrűn találkoztunk, de jól ismertük egymást. Ő is néhány alkalommal eljött hozzánk futballozni vasárnap, de ő keveset jött el. A fiát hozta, akkor még kicsik voltak a gyerekek, ugye? De a pályán mindig találkoztunk, és örültünk egymásnak. És a akkor meccseken... itt a kezembe akadt rögtön a Albert Róli 70. születésnapján készült igen. kép, ami azt hiszem, hogy mindannyiunk számára nagy-nagy élmény volt. Nekem azért, mert én lehettem a testnek a házi asszonya, és hát tényleg olyan sztárparádé volt, és olyan fantasztikus emberek között lehetett. Egyébként én magam is rajongó vagyok, tehát sokszor, amikor olyan emberekkel ülök le beszélgetni, akkor én mai napig is izgulok, hogy úristen, ezzel a nagy, szóval nem is tudom, tehát nagyon nagy dolog ez, nagyon nagy igen. dolog ez. És akkor nézzünk tovább, mert itt meg Gyetvai Laci bácsi van igen. a képen, aki szintén többször igen. volt adásunknak vendége. Szóval Friedmanski Zoli bácsi a háttérben. És a Friedmanski, igen. Ja, hát igen. Bocsánat, nem, nincs sajtam szemüveg. No. És hátulról nem látom. Velük milyen kapcsolatotok volt? Hát a Laci bácsi az öreg piúban, amikor a Fóri abba hagyta a játékot, és jártunk néhány öreg piú meccsre, hát utána meccsek után találkoztunk, leültünk, egy-egy kis meccset megittunk. Sőt, ő meghívott egyszer a borozójába a Lázár tanár úrral együtt, a Podmaninszky utcában volt, és ott 5-6-an meglátogattuk, és ott egyet kocintottunk. Az előbb említett... A nagyokkal, a Dékány Ferivel, mindenkivel. Az előbb említettük a... Unokámmal voltunk a gyűjteményeket, innen. És akkor a rajongás az megy tovább? Hát megy. Mert most, itt Rákosi Gyuszival most postunk, vagy? Az a kép most készült 2 hete, amikor a Dálaki Jóskától elmentünk még igen. a Gyuszihoz, és ez az ő házi múzeuma. Tehát akkor ott is házi múzeum. Atya, úristen. Hát szóval azért vannak mindenütt múzeumban, de ez igen. csak az előszoba, elalakban, hát a 2 szobában meg mi, hát hihetetlen. Tiszta múzeum a lakása, a hálója, mindene. Gyönyörű. És akkor látom, hogy a unokámmal, unokámmal igen, azt mondom, még jó régen, akkor nyertem nagyon régen ezt a Magyar Kupát a Ferencváros abban az évben, és most nyertek azóta 2-szer. És akkor fogtuk az unokámmal, mert Flórihoz mentünk meglátogatni, és közben
unokámat kivittem. Ha már most a magyar kupánál tartunk, ugye nagy valószínűséggel eldönt a magyar bajnoki címnek a sorsa. Hát a hétvégi mérkőzésről szeretném, hogyha egy kis kommentet hallhatnék. Mert azért a négy óra senki nem számított én szerintem. Igen, a Rákosi úrral találkoztam a mérkőzés előtt, mert most kivételesen én is részt vettem ezen a meccsen, mint néző. És mondja, hogy mi lesz az eredmény, azt mondja, hogy Gyula három esélyes, mondom, nem, egy góla mindenképp kell nyerni. Igen, azt akkor nem kalkuláltuk be, hogy ez a videótól játékos a két buta hibát elkövett a félpályánál feleslegesen, és kiállították, és hát nyilván 10 ember ellen a második félidőben lehengerelték őket. Igen, nem de... álltak be bekelni, ugye, a videótonos, meg megtették volna, hogy 10 ember beáll bunkerba, de hát játszották a futballt, és hát Landapán már bejött, két pillanás és két gyönyörű gól. De még 5-1 is lehetett még volna, mert is lehetett szerintem, volna. Természetesen nem vagyok se videóbíró, se döntnök semmi, hogy volt egy olyan alkalom, amikor ha a játékvezető, mondjuk én lettem volna például, de nem vagyok videóbíró, biztos, hogy 11-est adok. Igen, volt egy tehát olyan szituáció. Nem tudom, mi a véleményetek, tehát azért mondom, hogy én nem vagyok játékvezető, tehát én nem akarom a bírókat bírálni, de én ott nagyon 11-es szagúnak éreztem. Igen, azt igen, volt egy ilyen szituáció. Ugye? Igen. És akkor 5-1 lehetett volna. Senkit meg nem bántva természetesen. Azt hiszem, hogy az összes ferencvárosi szurkoló viszont ezzel az eredménnyel elégedett lehetett, tehát elég euforikus volt a hangulat. Gondolom, hogy utána is, hát a tévében lehetett látni a képkockákat. Sajnos nem tudtam elmenni, mert pont aznap jöttem haza egy külföldi versenyről, vagy külföldről versenyről, úgyhogy már erről lemaradtam, de utána az összefoglalót tudtam megnézni. Hát azért nagyon jó sikerült mérkőzés volt, hangulatos volt, sokan is voltunk. Igen. És akkor még egy 2-3 mondat erejéig, hogyha már a közelmúltról is beszélgettünk, és nem csak a régmúltról, mennyire kíséritek, vagy kísértétek figyelemre, mert attól függ, hogy mikor nézik a kedves nézők, hogy a premier adás, vagy az ismétést, az asztali tenisz világbajnokságot. Hogyan tetszik a magyaroknak a játék? Egyáltalán mennyit tudtok róla, Tibi? Te, mint nagy asztali tenisz rajongó? Nagyon tetszik, szerintem sikeresek, de összességében, azt mondom, az egész világbajnokság sikeres, mert hát olyan poénok vannak időnként, természetesen felgyorsult a világ a asztali teniszben is, felgyorsult a világ, de amellett, amikor bizonyos időre a felgyorsulást következtében a humor egy kicsit háttérbe szorult, most ismételten előjött. Mert ugye volt egy időszak, amikor semmi más nem ment, csak oda-vissza, pak. Igen. Most azért volt egy volt kis az játék. Igazi. Most igen, azért igen. Van benne taktika, van benne finesz, sok minden. Tehát ilyen szempontból örülök neki, hogy picit változott a játékképe. Igen. Én a páros mérkőzéseket néztem, vegyes páros, női páros mérkőzések. Jó kis játékok alakultak. Igen, ki. És aztán ami még nagyon jó, ugye a lábmunka. Igen. Tehát az egyre inkább fejlődik. Ami azt jelenti, hogy az asztali teniszt ugye kézzel, ütővel, labdával játszák. Hát a tenisztél is tudjuk, hogy a lába legalennyire fontos, mint a kéz. Tudom, csak most nagyon fontos, hogy honnan, hova érnek, oda tudjanak érkezni, mikor indulnak el. Tehát egy kicsit én úgy érzem, hogy pozitív irányba fejlődött, abból a bizonyos, nem rossz értelemben mondom, de kicsit a hullámvölgyből megint az élvezhetőség emelkedését látom benne. Egyébként akkor most itt mondom, hogy április 30-án pont 40 éve nyerték a világbajnokságot, a Júnyer-Klampár Gergely trió, és hát nagy-nagy ünnepség lesz a Városházán. Azt gondolom, hogy méltán, megérdemelve ünneplik őket, és ugye ők kapták meg az év sportolója gálán azt a trófeát is, amely azt hiszem, hogy méltán került hozzájuk, tehát erről az évfordulóról is emlékezzünk meg. Igen, és ez bámulatos volt, mert az már abban az időben volt, amikor a kínaiak fellendülőben voltak, és Ázsia majdnem, hogy tönkretette az asztali tenisz élvezhetőséget. Hát igen. És ez a magyar csapat meg tudta állítani a döntőben, nem is akárhogyan, fenyem van. Szóval április 30 az megint csak egy olyan dátum. És akkor megint
sajnos egy olyan kép került a kezembe, aki közelmúltban elvesztettük Ihász Kálmánt, és annyira szomorú tényleg, hogy sorra olyan képek kerülnek elő. Ő vele milyen kapcsolatban? Nagyon nagy barátságot ápoltam vele, főleg így a rendezvényeken, meg hát néha a pályán is találkoztam vele, uh-huh. Véletlenül Varsas pályán kijutottam. És hát az édesapját mindig emlegettük, mert játékvezető volt. És ilyen alsóbb meccseket vezetett, mint a mi közérbajnokságainkat uh-huh. is. Alapfokú bajnokságban szerepeltünk a cég csapatával, és ő vezette a legtöbbet a Goldberger pályán a meccseinket. Mindig mondta, hogy rendőrruhába ment, vagy ilyen kis, na, akármilyen cipra ruhába, hogy nehogy megmerjék verni. Na most itt mindig sorra... beszélgettünk róla. Eddig fradistákkal voltunk, ugye Ihász Kálmáról tudjuk. Igen, és ővel is. Nem fradista volt, de elnéztük neki, vagy elnéztétek neki, és akkor megint egy kakukktojás. Igen, hát az Elmiái. Hát igazából az ő barátsága is körülbelül a 70-es évek közepétől, mert a Dózsa kapusa volt. És a Káposzta Benővel ugye válogatottak voltak, igen. És a Benő engem már ismert a Kolozsi térről, mert ő is odajárt a apósáikkal. Istenem, pedig hallottam ott, igen. Ez... Benő, hát ott lakik most is az óvodán, nem messze tőlem. Csak nincs lipta a lakásukban, és nehezen közlekedik szegényként, mert csípőprotézise volt, de mivel a Mártér kutyára elkísért a Benő, és hozta magával az Antit is, a Szent Mihály úrat, és azóta tart a barátságon. Hát, igaz, tényleg... hogy nem sűrűn találkozunk, de így a rendezvényre, ugye most, hogy volt a köszöntő a Gedő Gyurinak, hát ő is megjelent, mint olimpiai bajnok. Sztárparádét láthattunk végig egy rajongó szemszögéből, és akkor egy igazi nagy-nagy értékű kép, hiszen ez még... Hát igen, ez akkor készült, amikor a Flórék az Árpád fejlem útja 57-ből felköltöztek a Széfölgyi út 92G című házba, és hát ott a kertbe készült hamarosan ez a felvétel. 71-ben költöztek oda fel, és akkoriban készült ez a kép. Ez a jóképű fiatalember itt Vakuja László. Hatalmas Vakuja. Mondaná abból Flóri. Az időszakból. Igen. Na és akkor egy csoportkép, még ezt mondja, hogy hát ezt... ugye ismert vagyok a szakmában, és hát Szombathelyen is nagy kapcsolatokat ápolok. Fiatal házaspár és az anyuka nagyon nagy Király Gabi rajongók, és például a Jani barátom a zenésszel, a Marton úrral, meg a Halmosi Zolival nagyon jó barátságot ápolok, így megszerveztem egy meglepetést, elmentünk Szombathelyre, és meglátogattuk a edzés előtt a csapatot, és aztán... És akkor itt rögtön... Itt is már rögtön is készült egy ilyen. Hát van több is, de hát ezt hoztam most be, hogy a Gábor és ott a csoportképen is. Igen, a Király Gáborral, és az előbb említetted Szombathelyen, igen. Hogy ugye a Nagybira Hagyományőrző Egyesület klub rendezvényein mindig harmonika szó van. Igen, és igen. Az ennek a nagyon helyes fiatalemberünk között, aki szintén nagy-nagy rajongója. Hát itt is ugye a Lajossal beszélgetünk, igen. A Lacikában viccelődünk. Itt is látható, és igen. Itt Radu József társaságában. Igen, igen. Hát azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szép a sor, és akkor egy utolsó képünk az utolsó percre. Igen, a Halmosi família. Halmosi familiában. Hát azt gondolom, hogy nagyon... Apja és a fia és a barátjuk Vakuja László. Igen. Igen. Nagyon boldog ember lehet az, aki rajongó, és a rajongása személyei környékén élheti le az életét. Mert rajongani messziről is lehet, ott van a stadionban, igen. Sok százezer ember, sok alkalommal, vagy sok 5000, 10000, 100000, teljesen mindegy, keveseknek adatik meg az, hogy ott lehessenek azok mellett, akikért rajonganak. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy egész életemben azt a szakmát tűztem, amit imádtam, és azok között tölthettem el az életemet, akiket imádtam szintén. És ez egy nagyon nagy boldogság nagyon számomra. Boldogság. Debrecentől, Zalaegerszegig, Szombathelytől, Szegedig, mindenütt vannak ismerettségem a sport által. Sport egy nagy hatalom. És szívesen nézed és szívesen a külföldi, külföldi mérkőzéseket hát igen, hát is. Vannak éjszakon, meg délen, ugye a Ferencváros 64-ben a kupa előzetesében kivert a Manchester United-ot, és azóta nézem őket azért, megkedveltem, és hát délen meg pedig a Barcelona. A Barcelona, és a Marilla, mondja. Igen, mert hát ugye a Kubala és igen. A Cibor Kocsis meghatározta az én hozzáállásomat az csapathoz.
mint pradisták odaigazoltak. Ja. És azóta is igaz, most Messi imádó vagyok, de ez az én bajom, de hát nagyon jól futballoznak. Akkor most mondom, a Lilla mondta, hogy azt mondja, Messiről is lehet imádni, és akkor most azt mondja, hogy Messiért is lehet. Messiért is lehet imádni. Messi is lehet Barcelonában nem lehet egy jó kis kolozsi téri hentes üzletet csinálni. Igen, ez nagyon mozgalmas volt. Sok-sok színészes voltam. Barcelonában hentes üzletben, amikor gyakorlatilag a hentes üzletben lógtak a Messi mezek. Nem semmi volt. Ja, Istenem. Szóval ezek a messziről jött emlékek is nagyon jók voltak. Igen, a mai nap. Kicsit anekdotázni. Én köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek Lacinak, hogy megosztotta az élményeit. És csak azért mondom még egy záró akkordként a fiataloknak, hogy érdemes rajongónak lenni, mert csodálatos érzés. Nem kell szégyelni, hogyha rajongunk valakiért, és egyszer adódhat olyan az életben, hogy ott lehetnek a rajongásaik, személyeik közelében, és a végén olyan szerencsések is lehetnek, mint amilyen Vakujjal László volt. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Nézőnk, ez volt már a Foci és Sport. Egy hét múlva ismét várjuk Önöket. Viszontlátásra. Műsorunk támogatói, Muneris Konzorcium, Ebel tervezőiroda, Smart Rebuilding Technologies Kft., Thermo Épgép Kft.